És most tiszteltem megkérem Lebovics Imre bácsit, hogy mondja el nektek, hogy mit tart nagyon fontosnak a fiatalok számára. Tisztelt emlékezők, kedves barátaim! Talán szabadna annyit mondani, hogy nagyon köszönöm, mert ez nagyon megkönnyítette az én mondani valómnak jelentős részét, hiszen polgármester úr több menetben utalt arra, hogy én hogyan fogalmaztam meg az én itt létemet. Szabadna azért néhány dolgot elmondani, ami talán fontos. Édesapám még régi füredi család, itt éltek, öten voltak testvérek, édesanyám és hátrajújhely, ahogy szó esett róla, tizen voltak. Körülbelül a szűkebb családi kör olyan 80-as nagyságrendű az unokatestvérekkel. Ebből, ha tizen maradtunk, akkor sokat mondok. Ez önmagáért beszél. Az én életem az a szerencse révén kedvezően alakult, mert a gettóba való bemenet, amiről egy pár mondatot majd mondok, úgy alakult, hogy a gettó felszámolása előtt május 8-án számolták fel a gettót. Bocsánat, akkor kezdődött a gettó, és egy hónap múlva június 8-a volt az a nap, amikor megszűnt. Június első napjaiban megjelent Vitéz Horváth Kálmán magyar királyi százados, aki több gettót végigjárt, bár az akkori rendelkezések, a Baki és Endre László hóhérok, nyugodtan merem mondani, azok már megtiltották a sorozást és a gettóból való kimenetet. Mi történt velem később? Én Budapesten voltam 43-tól, utána nagy erőlködéssel, és ennek nagyon örülök, sikerült hazajönnöm sárga csillaggal 44. április végén, és nagy öröm volt, mert még utoljára együtt voltam apámmal, anyámmal. Bátyám már akkor bevonult munkaszolgálatra, a édesapám később. Na, hát nézzük csak meg, hogy miről van szó. Május 7-én kelt, írt egy levelet a bátyámnak édesanyám. Ez a levél itt van, meg lehet tekinteni, akit érdekel, és mutatja a zsidóság naivitását. Azt írja édesanyám, eldőlt a sorsunk, hál' Istennek, nem kell elmennünk Tiszafüredről, csak ki kell menni a téglagyárba. És hozzátette, szó szerint mondom, hogy 22 éve itt élek Tiszafüreden, de nem tudom, hol van a téglagyár. És a levélben az van, hogy címezze a bátyám úgy, hogy a téglagyár. A téglagyárban lévő zsidóság, hogy milyen körülmények között élt, amit saját erőből kellett természetesen megfizetni és mindent csinálni, egyetlen dolgot szeretnék elmondani. Nevezetesen a téglagyár, tudjuk, a Debreceni útonnak a vége felé van, már ami kivezet innen, és utána másik oldalon házak vannak, ahova belettek telepítve a csendőrnyomozók. Ezek a csendőrnyomozók tényleges vagy vélt adatok alapján az úgynevezett jómodú vagy gazdag zsidókat kínozták, hogy mit, hova rejtettek el. Az elrejtésnek például egyik szörnyű módja az volt, hogy a nőknek a hüvelyét is megvizsgálták, hogy nem rejtettek-e ott valamit. De csak érzékeltetni akarom ennek az egész procedúrának a szörnyűségét. Szörnyű módon megkínozták ezeket az embereket.
Én már akkor nem voltam ott, mert bevonultam. Keleti front, Kassa, 81 vagomba, utána Burgenland, visszaugorva a gettóba. Elmondták, az a néhány ember, aki visszajött, az egyik Schwarz Kálmán, aki ma Izraelbe él, elmondta nekem, meg mások is, hogy nem volt elég a kezelésmódban az, amit csináltak, amielőtt felszámolták a gettót, a zsidó rabit, a zsidó vezetőket nagyon megverték, megborotválták, megszégyenítették. Tehát az utolsó pillanatban is ilyen dolgok történtek. Én már nem voltam ott, de elmondták, hogy a vasútállomáson itt, ahol berakták a Tiszafüred járás zsidóságát, körülbelül 900 ember élt Tiszafüreden, illetve a Tiszafüredi járásban, és ebből körülbelül 700 körül volt, aki a gettóban volt, mert a többi bevonult munkaszolgálat és egyéb. És itt a Tiszafüred akkori járásbírója, az egy szörnyű beszédet mondott Polgár Pál, aki azt mondta a végén, hogy viszontlátásra, mint trágya. Annak a Tiszafüred zsidóságának és annak a magyar zsidóságnak, amelyik hű állampolgára volt ennek a hazának. Ha valaki utána akar nézni, Orbán és Szegő Ágnes Tiszafüred zsidóságáról szóló könyvében részletesen le van írva, amit nem óhajtok érinteni, hogy milyen sokat tett Tiszafüred zsidósága Tiszafüred fejlődéséért. Mi az, amit még talán mondanunk kell, és akarok? Hogy felvetődik az a kérdés, hogy vajon 44-ben el kellett pusztítani a zsidóság nagy részét. Körülbelül 800 ezer emberről beszélünk, és ebből maradt olyan 200 ezer. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert 1943-ban Kálai miniszterelnök és Horthy Miklós Hitlernél egy Kleszhájmi találkozónál mereven elzárkóztak attól, hogy a zsidóságot felszámolják. És mi történt 44. március 19-e után? Hát az akkori megszállók ereje semmiképpen nem indokolta ezt. De a magyar közigazgatás teljes mértékig melléjük áll a zsidóságnak a jogfosztásán túl a zsidóság felszámolásában. Sztójai Dömét nevezték ki miniszterelnöknek, aki 6 hét alatt Magyarország vidékének a zsidóságát felszámolta. Törvényszerű volt ez? Én egy kicsit utána néztem ennek. Egyáltalán nem. Miért? Románia nem adta a Ménerdény és a regátsági részt zsidóságát. Bulgária nem adta ki, Finnország nem adta ki, sorolhatná. Dánia, amikor még a nácik legteljes erőben voltak, nem voltak hajlandók a megszállt Dániából a zsidókat kiadni. Megdöbbentő ez a színeváltozás a Horthynak. Horthynak korlátozott hatalma lett volna arra, hogy ne engedjen Sztójai Dömének, de ő azt, a Sztójai Döme a minisztertanácsot tájékoztatta, hogy ő főmértósága Vitéz nagybányai Horthy Miklós szabad kezet adott neki a zsidó ügyekben. Mi az, amiről talán még beszélni kell néhány percig? Az én sorsom egyszerűsödött, mert polgármester úr elmondta részleteiben, hogy mit tettem és mit csináltam. És én köszönöm külön a
elmúlt idők polgármestereinek és a jelenleginek is, hogy létrehozhattuk Orbán és Szegő Ágnessel együtt a mártír emlékhelyet a négy gránit szoborral és a nem teljes névsorral, amelyik emlékeztet. Én nagyon kérem önöket, hogy őrizzék és ápolják ezt az emléket, miután a magyar vidékek nagy részében, a nagyváros, nagyobb városok kivételével nincs zsidó. Ez nagyon fontos lehet. Nagyon lényegesnek tartom még egyetlen egy dolgot mondani. 2014-ben Áder János köztársasági elnök úr részt vett a életmenete révén Auschwitz-Birkenau-ban. Ott én szerintem örök emlékkel, hogy maradjon, amit ő elmondott ott. Mit mondott? Egy rövid rész belőle. Közös a sorstalanságunk, mert aki zsidó honfitársainkat megalázták, halálba küldték, azok a magyar nemzetet is megalázták, egész nemzetünknek okoztak pótolhatatlan veszteséget. Mindegy, hogy náci németként vagy hitleri ideológát kiszolgáló magyarként tették, amit tettek, nincs bocsánat arra, ha egy állam a saját polgárai ellen fordul. Utolsó mondat. Nagy reménye a magyar és a nemzetközi zsidóságnak, a három pápának, 23. János, 2. János Pál, Ferenc pápának a fellépése és határozott. Nem lehet jó keresztény, aki antiszemita, mondta II. János Pál. Ferenc pápa pedig azt mondta, hogy mindenkinek megvannak a zsidó ősei, és ehhez lenne szíves magát tartani. És nem lehet antiszemitizmus, ami sajnos van. Én még egyszer köszönöm, és szívemben harag, gyűlölet nincs. Én örülök annak, hogy ennyi fiatal van itt, akik hallották, ha nem is teljességgel, az, ami itt történt. És remélhetőleg ez senkivel sem fog előfordulni. De csak egy utalás, anélkül, hogy részletezném a dolgot. A második világháborúban mi történt a második magyar hadsereggel? És erről ugye Requiem egy hadseregért egy olyan író írta, aki nem zsidó volt, és nem volt idézőjelben se baloldali, se jobboldali. Megírta, hogy mi történt, mert beléptünk a második világháborúba, ahova Hitler se hívott bennünket. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen, Imre bácsi!